Hekker Népál úr Mária már 3,5 éve nevelőszülő. Döntését egy hosszú folyamat előzte meg, végül férjével és gyermekeivel közösen döntöttek a nevelőszülőség mellett. Korábban pedagógusként is sok időt töltött gyerekekkel. Dóri már 1 éve él velük, a kislány most 2,5 éves. Hozzánk egy gyermeket tudnak kihelyezni, egy férőhelyünk van a saját 3 gyermekünk mellett. A jelenlegi nevelt kislányunk 1 éve van nálunk. Előtte körülbelül 2 évig volt nálunk egy kisbaba, akit a kórházból kaptunk, és az első 2 évét első két évében biztosíthattuk a békés családi nyugodt légkört, és utána örökbeadásra került sor. Nagyon érdekes tapasztalat volt ez is számunkra, hogy tudatosan készülhetünk egy ilyen kisgyerek elengedésére. Nevelőszülő minden 24. életévét betöltött büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet. Fontos feltétel azonban, hogy a gondozott gyermek és a nevelőszülő között legalább 18, legfeljebb 45 évkor különbség legyen. Az érintettek személyiség és orvosi vizsgálaton is átesnek, valamint környezettanulmányt készítenek a jelentkezőről. Egy szülő saját gyerekeivel együtt összesen 6 főt nevelhet. Az átmenetileg elhelyezett gyerekek végül örökbefogadó családokhoz kerülnek, de van, aki egészen 18 éves koráig is a nevelőszülőknél marad. Ez a hivatás 2014-től foglalkoztatotti jogviszonynak számít. A nevelőszülők munkaviszonyban vannak, tehát foglalkoztatási viszonyban vannak. Ez azt jelenti, hogy munkájukért munkabért kapnak. Ez a munkabér összeg a mindenkori létminimumhoz van igazítva. Tehát ha gyermek számtól függetlenül a létminimum 30%-át most közel 33 000 forintot kapnak, illetve gyerekenként 20%-ot, a létminimumnak a 20%-át, ami jelenleg 20 000 forint gyerekenként. Emellett kapnak még többletdíjat, tartós beteg vagy fogyatékelő gyerek gondozásáért, az 5%, ez olyan kb. 5000 forint jelent most, illetve ugyanúgy a szabadságnál, illetve családi adókedvezménynél a nevelt gyerek is saját gyereknek számít. A kormány célja, hogy 2017 végéig még 1000 nevelőszülő lépjen be az országos hálózatba, így minden 12 év alatti gyerek kikerülhetne a gyermekotthonokból. Most országosan közel 5500 nevelőszülő van hazánkban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 800.